Sziasztok! Örülök, hogy velem tartotok! Ebben a videóban három nőről fogok beszélni, mindhárman eltérő módon dolgozták fel identitásukat. A francia orlannal kezdeném, aki vitathatatlanul az egyik legkülönösebb alakja a 21 századnak. Orlannal két éve találkoztam először, amikor a párizsi fiak művészeti vásár büféjében sorban állt a hátam mögött. Könnyen felismertem, hiszen szarvat visel a homlokán. De menjünk vissza az időben. Orlan 1971-ben vette fel az Orlan nevet, ami se nem női, se nem férfi, mondjuk inkább egy márkához hasonlít. Így testének mérték, egysége pedig az egy Orlan lett. Első performanszaiban testével mérte meg környezetét, azaz terek, utcák hosszát. Több felvétel készült róla, hogy háton fekve, jobb kezével krétacsíkot húz a feje fölé, majd fejebb kúszik az aszfalton úgy, hogy a krétecsék a lábához kerüljön. Ezt a műveletet addig ismétli, amíg fel nem méri az egész területet. Hogy mindezt miért? Hogy az orlamban kapott érték nagyságát összehasonlíthassa az utca, vagy éppen a tér névadójának jelentőségével. Másik ismert performance a, a művész csókja. Erről is találhattok eredeti fekete-fehér filmet a neten, ha rákerestek. A közönség választásáról szól a bűn és az erény között. Ha valaki bedobott 5 frankot a fiatal és vonzó Orlán test elé helyezett mesztelen női melkasba, akkor szájon csókolhatta őt. A másik választási lehetőség pedig az volt, hogy felajánlhatta az 5 frankot a mellette álló papírból készült Szent Orlánnak és ezért elvehetett egy gyertyát, mint ahogy a templomokban szokás. Hogy milyen sikere járt a kísérlet? Akkor a port kavart, hogy Orland eltanácsolták a Lioni Akadémiáról. Legismertebb munkája a Szent Orland reinkarnációjának elnevezett performance sorozata lett. 1990-től több esztétikai operációnak vetette magát alá, melyek különös videókban kerültek rögzítésre. Hiszen előfordult, hogy Orlan operációja közben szavalt vagy felolvasott. Orlan teste maga a műalkotás, amit folyamatosan alakít, módosít a különböző szépségideálok szerint, melyeket férfi művészek hoztak létre. Állát Boticelli vénuszának állára szabatta, homlokát a monalizáéra. és így tovább. Szarvait 1993-ban a hetedik operációján rakatta fel Michelangelo Mózesének hatására, és a mai napig büszkén viseli homlokán. Orland bizar operációival gondolkodásra készíteti a közönséget, hiszen részéről ez lázadás, de nem a plastik sebészet, hanem a társadalom által diktált szépségideálok és elvárások ellen. Az identitás nem más, mint a test és az elme együttélése, és ezért Orlan így vélekedik. Sok nőnek újra kellene értékelnie gondolkodásmódját, mielőtt átszabadja az orrát, a mellét vagy éppen a nyakát. Ha a jövőben úgy érzitek, hogy nem vagytok megelégedve azzal, ahogy kinéztek, akkor gondoljatok Orlan szavaira. Hagy térjek át a francia Sofikarra, ami illeti munkájában előszeretettel használja a saját privát életét, de emellett a számára ismeretlenekét is. Követ, megfigyel, fotóz, kíváncsisága limit nélküli, előszeretettel súrolja a kukkolás határát. 1979-ben készítette az Alvók című sorozatát, amihez ismeretleneket szólított le az utcán, és arra kérte őket, hogy aludjanak az ágyában. 8 nap alatt 28-an aludtak nála 8 órás turnusokban, hogy ágya soha se maradjon üres. Folyamatosan figyelte az alvókat, és minden órában készített róluk egy felvételt. Valamint hagyta, hogy róla is készülhessen fotó, miközben alszik. A szereplők alvásában nem volt semmi manipuláció, valóban aludtak, de Kál sorozata valahol mégis irányított, hiszen ő döntött el, hogy melyik pillanatot örökíti meg, és mutatja be a közönségnek. Sophie Kall ezzel a sorozattal meghívást kapott az 1980-as Párizsi Biennáléra, és elindult a karrierje. Egyszer Sophie megkérte az anyját, hogy béreljen fel egy privát nyomozót, aki követi őt napközben, és készít róla fotókat, anélkül, hogy különösebb indikációt kapna. Ez így is történt. Kall tudta, hogy követik és fotózzák, de nem tudta, hogy ki, hol és mikor. A lopott pillanatokon keresztül Szofi egy idegen nőnek tűnik, aki megáll egy kirakat előtt, iszik egy kávét, vagy bemegy egy ajtón. A néző fantáziájára bízott a képeken láthatókkal személye és a sorozat története. Később Szofi kezdett el ismeretleneket követni és fotózni, hogy megismerje történetüket és a szemükkel láthassa Párizt. Egyszer egy férfit követett, akit nem sokkal később szem előtt tévesztett, majd teljesen véletlenül összefutott vele egy partin. Valahogy sikerült szóba legyedni a férfivel, aki elmondta, hogy Velencébe utazik. Kall úgy döntött, hogy titokban követni fogja a férfit Párizsból Velencébe, amit meg is tett, és végül ezekből a fotókból született első könyve. Szofi egy nap kapott egy hosszú e-mailt, ami szerelmi történetének végét jelentette. Egy férfi írásban szakított vele. A szép, de fájdalmas levél végén az állt: Vigyázz magadra! Szofi nem tudta, hogyan dolgozza felérzését, mit válaszoljon rá. Ezért a levelet elküldte 107 különböző foglalkozású nőnek, és megkérte őket, hogy értékeljék ki számára. Illusztrátor, komikus, táncosnő, kriminológus, pszichológus, építész, bóz, tanárnő vagy akár keresztrejtvény szerkesztő, mindenki szabadon a maga módján dolgozhatta fel a levelet. A teljes anyaga 2007-es velencei biennálin került kiállításra, és készült belőle egy ma már megszerezhetetlen könyv, amit Sophie így zárt apró betűkkel. Ez minden, ami a levelet illeti, és nem a férfi aki írta a könyvet pedig a férfinak dedikálta. A harmadik nő a videóban Cindy Sherman. Sherman a 70-es évektől kezdve készíti magáról meghökkentő, de egyben vonzó felvételeit, melyeken keresztül történeteket mesél, ikonokat idéz, vagy akár történelmi személyeknek híres művészeti alkotások szereplőinek öltözik. Így emlékszik vissza a kezdetekre. Amikor iskolába jártam, egyre jobban kezdtem undorodni a művészet vallási vagy szakrális megközelítésétől, és ezért csinálni akartam valamit. Ami bárkinek tetszett az utcán. Imitálni akartam valamit, ami a kultúra része, mindeközben kiátszani ugyanazt a kultúrát. Amikor nem dolgoztam, megszállottan váltogattam identitásomat, akkor is, ha éppen nem volt nálam kamera, és senki nem volt, aki láthatott. Egyszerűen csak azért, hogy elmenjek valahova. Sherman először fotókollázsal próbálkozott, majd nem sokkal később egy fekete-fehér sorozaton kezdett el dolgozni Untitled Film Steals címmel, ahol ő maga a főhős, és úgy tűnik, mintha egy 40-es vagy 50-es évekbeli film noárba csöppent volna. Egyedül látható egy konyhában, vagy egy sötét szélén és soha nem néz az objektívbe. Hidegen mered a távolba, mintha csak arra várna, hogy meggyilkolja valaki de nem tudni ki és miért, hiszen nem létezik a film, aminek ezek kockái lehetnének. Sherman ennek a sorozatnak köszönheti világhírét, ugyanis 20 évvel később, 1995-ben a New Yorki Moma megvásárolta 69 fotóját több mint 1 millió dollárért. A cím nélkül 96. számú felvétel egy 1981-ben készült sorozat része, amit az Artforum magazinnak fotózott. A fekvő formátum ötletét a Playboy magazin dupla középső oldala adta számára, amit a magazin híressége kétoldalas oldalas aktjainak publikálására használt. A színes fotón Sherman egy ártatlan, de vonzó tinédzser, aki a földön fekszik. Kezében egy szingliknek szánt újsághirdetés darabjával. Az Artforum végül nem publikálta a fotót, nem nyerte meg a szerkesztőt velem, de több függetlenül minden idők egyik legjobban fizetett fotója lett. Hiszen később megközelítőleg 4 millió dollárért került eladásra. Valakinek beöltözni és készíteni egy fotót, majd ezt ismételni hónapokig, évekig, akár évtizedeken keresztül, az lehet művészet. Beöltözni, eljátszani különböző szerepeket, az mit jelent? Elrejtőzni, törölni vagy keresni magát az identitást? Cindy Sármani már 50 éve dolgozik osszesszívan identitásán, holott az identitás kérdése csak a Facebookkal, Instagrammal robbant be igazán hétköznapjainkba. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!